Élettel telt meg a Szőlőhegyi Közösségi Ház húsvét előtt. A Dombovári Árpádházi Szent Erzsébet katolikus óvoda, óvoda pedagógusai várták a gyerekeket egy közös kis kézműves készülődésre. Ma húsvét várójátszóházat szerettünk volna szervezni a gyerekeknek, egy mesét nézhetnek meg, és különböző technikákkal kézműves tevékenységekben vehetnek részt. Az óvónők sokat készültek a játszóházra, mind a kisebbeknek, mind a nagyobbaknak volt hol alkotniuk húsvétra. Az egyik asztalnál szép színes tojásokat gyúrtak ki a szivárvány színeiből, míg a másiknál kipróbálhatták a résztvevők az úgynevezett krumpli nyomdát. De ezeken kívül készíthettek húsvéti nyuszit és pompont is a lurkok. A nevelőtestületünknek majdnem fele dolgoztunk itt a Szőlőhegyi óvodába, tehát Szőlőhegyhez érzelmileg is kötődünk, és több gyerekünk van az óvodában szőlőhegyi gyerekek közül, és még sosem szerveztünk játszóházat, és azt gondoltuk, hogy most szeretnénk meglepni a szőlőhelyi gyerekeket is egy ilyen kis várakozós játszóházzal. A gyerekek az alkotás közben felelevenítették, hogy ilyenkor mit is ünneplünk, és elmesélték, hogy ők hogyan várják a nyuszit. Volt, aki azt mondta, hogy náluk nagyon vidám hangulatú az ünnep, hiszen a szülők a kert minden részébe ajándékot tesznek, és mind össze kell gyűjteni. Viszont akadt olyan fiatal is, aki elmesélte, hogy ő a szobájába rakja a nyuszifészket, és majd a játszóházban készített díszekkel rakja körbe.